Üdv mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és ez a világ legbrutálabb 133. epizódja. A tegnapi napon, 1960. június 4-én négy fiatal, két lány és két fiú az Espoo városa mellett található Bódöm tónál táborozott, helsinki mintegy 22 km-nyire nyugatra. 1960. június 5-én a hajnali órákban négyük közül három tinédzser, a két lányt és az egyik fiút brutálisan halára vert és szúrt egy ismeretlen tettes. A másik fiatal fiú túlélte a támadást, ám ő is súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség nyomoz az ügyben. 1960. június 5-én ilyen és ehhez hasonló szörnyű cikkek jelentek meg országosan a finn sajtóban. Az emberek borzongva olvasták ezen sorokat, és elképzelni sem tudták, ugyan kinek árthatott két 15 éves és két 18 éves tinédzser és miféle beteg elmélyű személy képes ilyen többenetes módon megtámadni és szó szerint kivégezni sátorozó fiatalokat. A gyilkosság talán az egyik legvisszataszító belkövetési forma, ezen belül pedig számos olyan formája van, melyek még jobban feltüzelik a társadalom dühét, mint például egy terhesnő megölése, a gyermek vagy tinédzser gyilkosságok. A sort még folytathatnám. A Bódom Tavi gyilkosságokként elhíresült hátborzongató eset abszolút felkorbácsolta a lakosság haragját, ám emellett megingatta az emberek biztonságba vetett hitét és félelem lett túrá Finnországban. Sehol senki sincs biztonságban torz lelkű embertársaságban. Elől. Ez a véres hármas gyilkosság arra utalt, hogy sajnos sosem lehetünk 100 biztonságban. Túlzás nélkül állíthatom, a bódöm tavi gyilkosságok Finnország egyik legnagyobb portkavaró, megoldatlan gyilkossági ügye. Bár egyesek úgy vélik, megvan a megoldás, megvan a tettes, még ha ezt hivatalosan sosem sikerült bizonyítani. Kezdjük az elején. Ki volt a négy tinédzser, akiket ez a hátborzongató támadás ért? hogyan és milyen módon követte el egy sötét alak ezt a bestiális vérengzést. Kik voltak a gyilkosság gyanúsítottjai, és miért nem sikerült soha megnyugtató módon lezárni az ügyet? Néhányan miért kapcsolták össze a bódomtavi gyilkosságokat más, megoldatlan finn emberölésekkel? Vajon egy sorozatgyilkos ólálkodott az 50-es, 60-as években Finnországban, akit sosem sikerült elkapni? utazzunk vissza 61 évet az időben, és látogassunk el a Bódom tóhoz, hogy alaposan megvizsgálhassuk a baljós tóparti helyszínt, ahol három fiatal borzalmas módon veszítette el az életét. 1960. június 4-én két Vánta városában élő fiatal tinédzser pár úgy döntött, azon a szombati napon kempingezni fognak a Bodomtó partján. Májla Irmeli Björklund és barátja Nils Wilhelm Gustafsson, illetve Anya Tulikki Máki és párja Seppo Antero Boisman. A lányok 15 évesek voltak és egy helyi szakiskolában tanultak, míg a két fiú 18 éves középiskolai hallgatók. A fiatalok felszerelkeztek fürdőruhákkal, törülközőkkel, cigarettával és némi alkohollal, a lányok felültek a fiúk motorjainak hátsó üléseire, beléjük kapaszkodtak, és a kis csapat elindult a bodomtóhoz. Minden egy vidám, kellemes táborozásnak, fürdőzésnek indult, az idő is tökéletes volt, ugyan kigondolt volna bármi rosszra. A fiatalok kora este érkeztek uticéjukhoz, sátrukat egy félszigeten, a tó déli oldalán állították fel, majd körülbelül éjfélig fürdőztek a vízben kimondottan jól érezték magukat, feszültségnek nyoma sem volt. A tinédzserek ezután nyugovóra tértek, Gustafsson és Boyzman azonban alig pár óra múlva felébredtek, hogy lebonyolítsanak egy hajnali horgászatot, ám mivel túl fáradtak voltak, hamarosan visszatértek a sátorba a lányok mellé. Ekkor hajnal négy és hat óra között köszöntött be a sötétség. Egyes babonás falusiak szerint maga a halál látogatta meg őket. Időpont 1960. június 5-e. Helyszín Finnország. A Bodomin tó, a továbbiakban Bodom, a Finn Espo Bodom kerületében fekszik, a tó körülbelül 3 km hosszú és 1 km széles. 1960. június 5-én kora reggel 5 óra 50 perckor egy 14 éves fiatal fiú sétált a sziklák között. A fiút Árne Olávi kivláttinak hívták, és a békés, csöndes tópartra azért érkezett így korai órán, hogy horgászon egyet a kellemes, napsütötte reggelen. A fiú az Oitte kúriánál járván a népszerű kempingrészen, hat 6 órakor körülbelül 40-50 méterre az ő tartózkodási helyétől felfigyelt egy meglehetősen viharvert sátorra, ám egy 20-30 év körüli magas, szőke fiatalembert látott a sátor körül sétálni, ezért nem mert közelebb óvakodni. Nem sokkal kivilágti észlelése előtt egy 12 fős csoport is a tóparton baktatott. A csapat tagjai madárlesen vettek részt, és 5 óra 55 perckor ők is észrevették a sátrat, valamint két motorkerékpárt is a közelében. Sőt, egy a sátor mellett fekvő embert is láttak, amivel azt gondolták, az illető a reggeli napsütést élvezi, így tovább meneteltek, hogy a tó felett repkedő madarakban gyönyörködhessenek. A horgász fiúhoz és a madárlesőköz hasonlóan egy helyi asztalos, Eszkó Oiva Johansson is úgy döntött, ő is meglátogatja a bodom tavat, célja egy kiadós úszás lett volna a hullámzótóban. Ekkor 11 óra 15 perc körül járt az idő. A férfi elsétált a sátor mellett, amikor borzongva vette észre, a sátor szét van szaggatva, hasítva és csurom vér. Amikor közelebb lépett, majd elájult a borzalomtól. Helyszín? Espoo Lepavára város negyedének rendőrkapitánysága 11.30. Igen, tessék, Lepavárái rendőrkapitányság. Jó napot! A nevem Eszkó hai Johansson. Úszni készültem a bodomtóban, amikor. Jézusom, ez borzalmas. Mi történt, uram? Itt, itt, itt van egy szétszakított csupavérsától. négy véres test! Az egyikük talán még életben van. Kérem, azonnal jöjjenek, ez borzalom! A lepavarai rendőrök június 5-én vasárnap 11 óra 45 körül érkeztek a helyszínre, és egész egyszerűen elborzadtak a látványtól a sátor rögzítő hevedereit valaki elvágta, mely így a bent tartózkodókra hullott, megakadályozva, hogy kijöhessenek onnan. Ennek ellenére ánnya tulik ki és Szeppó Boysman a sátor belsejében, míg Gustafsson és barátnője Björklund a sátor ponyváján kívül feküdtek, Gustafsson teste barátnője testén hevert. A fiatalokat valaki egy tompa, illetve egy éles tárgyal súlyosan bántalmazta, a nyomok arra utaltak, hogy kívülről, tehát a gyilkos nem mászott be a sátorba. Boismant mint súlyos ütések, mint szúrások érték teste különböző pontjain. Arca szétkaszabolva, ákapcsa eltört, koponyája bezúzva, légcsöve összeszúrkálva. A fiú már nem lélegzett, szinte azonnal meghalt, vércsoportja A, vérében nem volt alkohol. Barátnőjét, Mikát is borzalmas ütések érték, a lánynak szétszúzták a koponyáját. Hüvejében spermiumot nem találtak, egyéb nemi erőszakra utaló jel sem volt. A lány vércsoportja szintén A, vérében úgy szinten volt alkohol. Gustafsson barátnőjét Björklundot érte a legsúlyosabb támadás az áldozatok közül. A lány alulról félig mesztelen volt, és vizsgálatok szerint halála után is számos szúrás érte a testét, de értékütések a koponyáját, és szinte kiverték az összes fogát. Vérében nem volt alkohol, ávércsoportba tartozott, és halálakor menstruált. A lány testét akkor is több dühött szúrás érte, amikor már halott volt. A rendőrök legnagyobb meglepetésére a brutális, agresszív mészárlást Gustafssonnak sikerült túlélnie, bár a fiú is súlyos sérüléseket szerzett. Eltört az ákapcsa, agyrázkódást szenvedett, megsérült a bal szeme alatt is, illetve felületes karcolások voltak a bal alkarján és az ujjain. Az orvosi jelentések felhívták arra a figyelmet, hogy az összes áldozat kezein és ujjain találtak ilyen sérüléseket, ez arra utalt, hogy ösztönösen kezeikkel védekeztek a késes támadó szúrásai ellen. Gustafsson vércsoportja nullás, az ő szervezetében kimutatható volt alkohol, és az első jelentés szerint igencsak részeg volt, amikor a szörnyű mészárlás helyén megtalálták. Mivel Gustafsson igen rossz állapotban volt, a kiérkező mentősök azonnal beszállították a legközelebbi kórházba, míg a másik három tinédzsernél már csak a halál beátát tudták megállapítani. A nyomozás szerint a brutális támadás hajnal 4 és reggel 6 óra között történt. A gyilkos fegyverek minden bizonyal egy éles kés és egy kő vagy vascső lehettek. Míg Gustafsson kihallgatására vártak, a rendőrök elkezdték átkutatni a környéket, ám számos elképesztő hibát vétettek tevékenységük alatt. Nem zárták le a helyszínt, így kéretlen kíváncsiskodók hadalepte el a környéket, eltaposva vagy megsemmisítve a bizonyítékokat, nem rögzítették a helyszínen talált tárgyakat, illetve a katonasághoz fordultak segítségért, ezzel még alaposabban felbolygatva a környéket. Bár igen nehéz ebben a keszekuszaságban kibogozni a szálakat, vegyük sorra, melyek azok a tárgyak, melyek a nyomozás során előkerültek, és melyek azok, melyek soha többé. A gyilkos több olyan tárgyat elvitt vagy elrejtett, mely érthetetlennek tűnt. A két fiú motorkerékpárjának kulcsai és Gustafsson cipői is hiányoztak, azonban a túlélő cipőit később a gyilkosság helyszínétől 500 méterre találták meg egy szikla alatt, mintha valaki el akarta volna azokat rejteni. A tinédzserek pénztárcái és karórái is eltűntek, illetve Boyzmann körülbelül 20-25 cm hosszúságú kése, melyet sűrűn magánál hordott. Ezen kívül a fiú bőrkabátjának is nyoma veszett. Ezen tárgyakat a hatóságok gerebjézéssel, csónakkal, illetve béka emberek bevetésével igyekeztek felkutatni, ám nem sikerült megtalálni azokat. A sátor mellett találtak még egy párnahuzatot is, melyet szallaggal tekertek körbe és kötöztek meg, erről majd később. A hatóságok konkrétan a sötétben tapogatóztak, amikor jött a hír. Wilhelm Gustafsson magához tért, kihallgatható állapotba került. Gustafsson, aki súlyos törésekkel és agyrázkódással heteket töltött a kórházban, szinte semmire sem emlékezett. Az orvosok szerint ennek köze lehetett a fejsérüléseihez is, melyek miatt emlékezett kiesése keletkezett. A fiú utolsó emlékei addig terjedtek, míg Boismannal visszaérkeznek a sátorba a hajnali horgászatból, befeküdnek a lányok mellé és elalszanak. Semmit nem tudott a támadóról, illetve az előző fejezetben említett eltűnt tárgyakról sem, hogy hová lettek. Mindössze annyi rém lett neki, hogy a támadó fekete ruházatot viselt, és a szemei vörösen izzottak. Más fordítások szerint egy fekete és piros ruházatú férfit említett. Mivel a rendőrök semmi nyomot, illetve a gyilkos fegyvereket sem találták, így igen szokatlan módszerekhez is folyamodtak. Hipnózis alá vetették Gusztavson, illetve Olávi Kivilágtit, a fiatal horgászfiút, aki azt állította, egy szőke férfit látott reggel 6 órakor a sátor közelében. A két fiú hipnózisban tett vallomása alapján hamarosan elkészült a feltételezett elkövető fantomképe. 174 cm körüli, 20-30 év közötti, hátrafésült, szőkehajú férfi. Ezen hátborzongató tekintetű alak fantomképével folytatta a rendőrség a nyomozást a könyörtelen, három tinítség kivégző gyilkos után. A hatóságok közel négyezer embert kérdeztek ki. Több fontos tanú is előkerült a már említetteken kívül. Egy nő a tó nyugati partján hajnal négy óra körül két férfit látott horgászni. A nyomozók eleinte azt gondolták, Boysman és Gustafsson lehettek, ám Gustafsson azt állította, ők a tó egy más részére mentek horgászni két órával később egy helyi szalonen és egy kalevi Hapalainen nevű személy a tópartra igyekezve azt állították, mintha segélykiáltásokat hallottak volna a kemping közeléből. Azt is elmondták, hogy láttak a tóparton egy szőke férfit, az illető délfelé sétált ellenkező irányba a gyilkosság helyszínétől. Ez azért furcsa tanúvallomás, hiszen kivilágti, aki szintén ez időtájt látta a szőkehajú férfit, nem számolt be segélykiáltásokról. Bár számos szála az ügynek zsákutcába vezetett, vagy teljesen homályos volt, a hatóságok eleinte egy őrült, kivuláló személy tébolyú támadását valószínűsítették, így minden a környéken élő, vagy a fantomképre hasonlító alakot kihallgattak. Az évek során számos gyanúsított tűnt fel a hatóságok látókörében, ám vagy tisztázódott ezen személyek szerepe az ügyben, vagy kevés, illetve semmilyen bizonyítékot nem sikerült feltárni ellenük. Lássuk, kik voltak a leggyanúsabbak ezen személyek közül. Hans Asman. Az egyik legfőbb gyanúsított egyértelműen a Bodomtótól mindössze három mérföldre lakó, német származású Hans Asman volt. A férfi a II. világháború alatt a német hadseregben szolgált, Huga szerint Asman számos atrocitást látott a háborúban, melyek hatással voltak a későbbi életére. 1943-tól 45-ig orosz fogságba került, ahol KGB ügynök lett, a róla szóló anekdoták szerint a férfi kény volt, és minden országban más nevet használt. Aszmán hadifogsága után Németországba került, itt ismerkedett meg finn származású feleségével, Vienóval, majd Finnországban telepedtek le. Környezetük szerint házasságuk borzalmas volt, ez legfőképpen asmán agresszivitásából fakadt, a férfi sűrűn bántalmazta törékeny feleségét. 1961-ben le is tartóztatták, mert több tanú előtt megtámadta feleségét, és a földre kerülő nőt többször megrúgdosta. Lássuk, mely tények alapján hozták kapcsolatba Ászmánt a bodomtavi gyilkosságokkal. A Helsinki Sebészeti Kórház egyik orvosa, Jorma Páló, Helsinki 17 kilométernyire fekszik a Bodomtótól, azt állította, a gyilkosságokat követő napon, június 6-án Ház Ászmán zavart állapotban jelent meg a kórházban. Körmei feketék voltak a kosztól, ruháját pedig valamiféle vörös anyag borította, mely lehetett akár vér is. Asmán álnéven mutatkozott be az orvosoknak, sajnos arról nincsenek információk, miokból látogatta meg a kórházat. A férfi a kórházban tartózkodása alatt végig ideges és agresszív volt, így számoltak be róla azok az orvosok és ápolók, akik találkoztak vele. A fantomkép feltűnően hasonlít Asmára. Amikor a hírekben és az újságokban bemutatták a rajzot a feltételezett gyilkosról, Asmán rövidebbre vágatta a haját. Aztmánt korábban már gyanúsították egy 17 éves finn lány meggyilkolásával. 1953. május 17-én egy Kilikki Szári nevű Iszajoki városában élő lány nyomtalanul eltűnt. Holtestét október 11-én találták meg egy mocsaras területen. A lány halálának okát a fejére mért ütések okozták valamilyen tompa tárgyal, talán egy kővel. Ászmán a lány eltűnésének napján Iszajokiban tartózkodott. Felesége később beszámolt arról, hogy amikor aznap már hazatért, hiányzott az egyik zoknia, cipői pedig nedvesek és sarasak voltak. A férfit ezügyben sem ítélték el soha. A három tinédzser temetésén feltűnt a gyászoló tömegben egy különös, hátborzongató alak. A férfiról fotó is készült, és bár az illető személyazonosságát sosem sikerült kideríteni, jóformán ugyanúgy néz ki, mint a tanúvallomások alapján készített rajz, ezáltal ásmára is hasonlít. Vajon ő jelent meg az általa lemészárolt fiatalok temetésén? Egy Mati Paloáró nevű volt rendőrtiszt és újságíró azt állította, az ő kutatásai alapján Ászmán további öt gyilkosságban is erőteljesen gyanúsítható, mint résztvevő vagy tényleges elkövető. Ám százszázalékos bizonyítékai sosem voltak a férfi ellen. 1997-ben Paloáró meglátogatta Ászmánt, hogy anyagot gyűjtsön a Bizalom vagy Halál című könyvéhez már azt mondta az újságírónak, nem fog beszélni a részletekről a bodomtavi gyilkosságokkal kapcsolatban, nem tagad, de nem is fogad el semmit. Ez nem arra utalhat, miszerint többet tudhatott a gyilkosságokról azon kívül, mint amit az újságok megírtak. Ez esetben, mint sok más ügy kapcsán is, a rendőrségi hanyagság elképesztően szembetűnő. Aztmánt egy rövid kihallgatás során hazaengedték, a Helsinki kórház alkalmazottait, ahol állítólag feltűnt Aztmán, nem kérdezték ki, házkutatást sem tartottak nála, és a ruháit sem vizsgálták meg. Olyan plegykák is felreppentek, miszerint a férfi állítólagos KGB-s múltja miatt nem nyomoztak alaposabban utána. Passman 1998. június 19-én hunyt el a svédországi Danderit kórházban. Carl Gilsztörm, a kioszkmen. Több, a Bodomtó közvetlen közelében élő személy azonnal tudta, hogy a sátrat felállító négy tínédzser nem helyi. Ugyanis a helyi fiataloknak eszük ágában sem volt itt sátorozni, hiszen rettegtek attól a férfitól, aki a Bodomtó gondozójának kiáltotta ki magát. Az illetőt Karl Waldemar Gilströmnek hívták, és egy kioszkot, büfés bódét üzemeltetett nem messze a bodomtótól. Gilström félelmetes ember hírében állott, aki gyűlölte a zajongó gyerekeket és a kempingező fiatalokat. A férfi bizonyosan nem volt épelméjű, hiszen előfordult, hogy kövekkel dobálta meg a fiatalokat, sőt, többször panasztettek ellene, miszerint elvágta a kempingezők sátrainak a tartóköteleit. A férfi alkoholista volt, és előfordult, hogy feleségét és fiát is tetleg bántalmazta. Akik ismerték a Bodom Tavi hármas gyilkosságot halván, azonnal arra gondoltak, biztosan Gilström követte el a brutális mészárlást. A rendőrség ezen a nyomon indult el először, ám a kioszk tulajdonos felesége állította, férje június 4-én és 5-én végig otthon tartózkodott. Szintén érdekes, hogy Gilström többször beismerte a hármas gyilkosságot, részegen és józanul is, ám a rendőrök elmebetegnek gondolták, és szerintük azért vállalta magára a gyilkosságok elkövetését, hogy a fiatalok végképp nem merjenek a kioszk és a tó közelébe merészkedni. Egyébként is a férfival kapcsolatban semmiféle bizonyíték nem volt félelmetes hírét kivéve, és hogy pont a bodom tónál üzemelt a büféje. Viszont a helyiek elmondása szerint Gilström a gyilkosságok után néhány nappal betemettette a házának udvarán található kutat. Vajon miért? Esetleg oda dobta be a gyilkos fegyvert és a fiatalok ellopott holmiait. A rendőrség átkutatta az udvart, ám semmit sem találtak. A kioszk a gyilkosságok után 9 évvel 1969-ben belefulladt az általa idéző jelesen védelmezett bodomtóba, halálát öngyilkosságként könyvelték el a hatóságok. Egyes források szerint felesége halálos ágyán visszavonta vallomását, azt mondta, a gyilkosságok utáni napon a férje megfenyegette, hogy megöli, ha nem szolgáltat neki alibit. A Bodom tó környékén élők meg voltak arról győződve, hogy a tettes biztosan Gilström volt, sőt, többen azt mondták, ők látták a gyilkosság reggelén a büfést a fiatalok sátránál, azonban annyira fértek az agresszív férfitól, hogy nem mertek szólni senkinek. Ulf Johansson helyi politikus, aki a 60-as években ebben a régióban gyermekeskedett, felnőttként könyvet írt a 2000-es években a Bodom Legenda címmel, ebben egyértelműen arra utal, szinte az összes Bodom tó környékbeli biztos volt abban, hogy a kioszkember Gilström a Bodom tavit gyilkos. Penti Soininen. Fenty az 1960-as évek végén számos erőszakos és vagyon elleni bűncselekmény miatt ítélték több évnyi börtönbüntetésre. A férfi alkohol és droghatása alatt erőszakosan és kiszámíthatatlanul viselkedett, bűnügyi nyilvántartása szerint pszichopata volt és több embert is megtámadott korábban, hogy elvegye az értékeiket. Kimondottan döbbenetes, de Szóininent a Kuopió városi börtönben cellatársainak azzal henceget, hogy ő követte el a bodom -tavi gyilkosságokat. A a férfi 15 éves volt a gyilkosságok éjszakáján és a bodomtó közelében lakott. Különös módon a rendőrség egyáltalán nem vette komolyan a férfi vallomását, úgy állapították meg, Szóininen így akart magának hírnevet szerezni, illetve vevágódni raptársainál, hogy magára vállalja a hírhet hármas gyilkosságot. Vajon hencegett, vagy igazat mondott? Szintén furcsa egybeesés, de ő is ugyanabban az évben követette el öngyilkosságot, mint a másik gyanúsított Gilström. Szóininen 24 évesen, 1969-ben a finn tojjalai börtönben felakasztotta magát, pont a Bodom-Tavi gyilkosságok évfordulója után egy nappal, június 6-án. A rendőrség az alábbi soha nem jelentkező, illetve soha nem azonosított személyeket kereste még. Június 4-én este egy 30-40 év körüli fekete szakállas férfit láttak kerékpározni a környéken. Ezt a férfit másnap reggel is látták a Bodom tónál kerékpározni, személyazonossága ismeretlen. Állítólag a hajnali órákban, erről még lesz szó a következő fejezetben, két húsz év körüli fiú horgászott a tónál, ezt már említettem Gustafsson vallomásánál is, nem messze Gustafssonék sátrától. Egy állítólagos táborozó állította ezt, Gustafsson azt mondta, ők az adott helyen nem horgáztak Boismannal. Vajon ki lehetett ez a két horgászfiú? A rejtélyes szőkehajú férfit, akit több tanú is látott a gyilkosságok reggelén, nagy erőkkel kereste a finn rendőrség, ám az illetőt sosem sikerült azonosítani. Teltek múltak az évek, és a hatóságok egy jottányit sem jutottak előre az ügyben. Sem a gyilkos fegyverek, sem a fiatalok eltűnt holmiai, sem a gyilkos nem került elő. 2004-ben aztán egy elképesztő fordulat történt az ügyben. A mészárlás egyetlen túlélőjét, az akkor 62 éves Nils Wilhelm Gustafsont letartóztatták a gyilkosságok elkövetésének vágyával. Wilhelm Gustafssonnak, aki szinte több százszor mesélte el a hatóságoknak vagy a médiának, mire emlékszik a ma borzalmas éjszakából, a gyilkosságok után viszonylag sikerült normális életet kialakítania. Családot alapított, buszsofőr lett, innen is ment nyugdíjba, amikor a rendőrség több mint 40 évvel a gyilkosságok után bizonyos felmerülő bizonyítékok alapján lecsapott rá az otthonában. A hatóságok elmondták, már 1960-ban is felmerült a gyanú a fiú bűnösségét illetően, ám akkor még nem volt ellene konkrét bizonyíték. Akkoriban sokan kételkedtek Gustafsson szavaiban, aki a kihallgatásokon, illetve a médiának adott interjúkban igencsak mogorván viselkedett. Sokan azt is furcsálták, hogy ha állítása szerint semmire sem emlékszik, akkor miért olyan biztos abban, hogy nem ő követte el alkoholos befolyásoltság alatt a vérengzést? Mert nem én voltam és kész, hangzott ilyenkor a válasz. Időközben a DNS tesztelés meggyőző módszeré vált az addig lezáratlan esetek újbóli vizsgálatához. Ezen teszteket megbízhatóan először az 1980-as években kezdték alkalmazni. Mivel Finnországban csak egyetlen kriminalisztikai laboratórium működött, így kevés idő állt rendelkezésre a régi ügyek kutatására. 2004-ben azonban igencsak érdekes bizonyítékok miatt vették elő a hatóságok újra az aktát. Az egyik legfontosabb ilyen bizonyíték a fiú már említett cipője volt, melyeket körülbelül 500 méterre találtak meg elrejtve a gyilkosságok helyszínétől. Gustafsson cipőjén az összes áldozat vére megtalálható volt, kivéve Gustafssonét. Ráadásul a rejtélyes gyilkos Gustafsson cipőjének lenyomatával megegyező nyomokat hagyott. Vajon a gyilkos felvette a fiú cipőjét? Ez alig ha lehetséges, ha csak nem maga Gustafsson volt a gyilkos. Ráadásul, ha a gyilkos Gustafsson cipőjét viselte volna a mészárlás alatt, vajon miért rejtette volna el 500 méterre a sátortól? Egy tanú is jelentkezett 44 évvel a gyilkosságok után, miszerint a két fiút, Boyzmánt és Gustafson-t látta hajnal egy óra körül. A meg nem nevezett nő és barátai a tóparton táboroztak, amikor állítása szerint megjelent a két fiú. Mindketten részegek voltak, ez azért érdekes, mert az első jelentés szerint Boyzmán vérében nem volt kimutatható alkohol, és vitatkoztak egymással, Gustafson hangosan szidalmazta Boyzmánt. Bár több elmélet is kialakult, azon 1960. június 4 i éjszaka és 5 i hajnal történéseivel kapcsolatban a vád szerint a következők zajlottak le. Gustafsson összeveszett Boismannal. Ennek talán az lehetett az előzménye, hogy Gustafsson az elfogyasztott alkoholnak köszönhetően, melyből úgy tűnik egyedül fogyasztott, agresszív lett és közösülni szeretett volna barátnőjével, Myla Björklundal, aki azonban éppen menstruált és visszautasította barátját. Ezen feldőödve Gustafsson megtámadta a lányt, azonban Boysman a védelmére védelméreket, és kidobták a dühöngő Gustafssont a sátorból. Gustafsson ekkor magához vette Boysman kését, és felkapott egy keze ügyébe kerülő követ, elvágta a sátor merevítő köteleit, és kívülről rárontott a sátorban fekvő barátaira, és ütni, verni, kaszabolni kezdte őket. Ezen támadása alatt szerezte súlyos sérüléseit, mert a sátorban lévők védekeztek, ám mivel ők a rájuk hullott sátorponyva miatt semmit sem láttak, Gustafsson egyedül könnyedén agyon tudta őket verni és szúrni. Ezután Gustafsson kihúzta Májlát a sátorból, és dühében még jó párszor beledöfte a kést. Említettem is a helyszínelésről szóló fejezetben, hogy Májlá Björklundot érte a legsúlyosabb fizikai abúzus és a legtöbb szúrás, illetve ütés. A gyilkosságok után Gustafsson találomra összeszedett néhány holmit, órákat, pénztárcákat, Boyzmann kabátját, a sluszkulcsokat, hogy az esetet rablógyilkosságnak állítsa be. Ezeket a holmikat bedobta a tóba, majd a gyilkos kést és a követ is. Ekkor rájött, hogy a cipőjén lévő vérfoltok elárulhatják, ezért eldugta egy szikla tövében. Ezután visszabotorkált a sátorhoz, ekkor láthatta kivilágti, helyi ki és kelevi a sátor mellett sétálni, azaz Gustafsson megegyezik a rejtélyes szőke fiatalemberrel, majd leroskatta sátorra, mintha ő maga is egy rejtélyes támadó áldozata lenne. Ez eddig teljesen életszerűnek tűnik, és akár így is történhetett, azonban van itt néhány a fent történetnek ellentmondó tény. A Gustafsont megvizsgáló orvosok szerint képtelenség, hogy a fiú agyrázkódással, törött álkapocsal, testén vágásokkal összeszedjen a barátai táskáiból különféle holmikat, 500 méterre elsétáljon a sátortól, bedobja a tóba a dolgokat, elrejtse a cipőjét, majd megint megtegyen 500 métert. A vizsgálatok szerint lehetetlen, hogy a sátorban védekező boysman és a két lány vaktában ilyen súlyos sérüléseket okozhattak volna Gustafsonnak. Erre az volt a válasz a részéről, hogy a sérüléseket alig alibiből Gustafsson okozta magának. Azonban Gustafsson arcán felfedezhető volt egy olyan vágás, mely a fogait is érintette. Szinte képtelenség, hogy ezt magának okozta. Gustafsson vérét megtalálták a sátor belsejében, tehát valószínűleg a fiút is a többiekkel együtt kívülről érték az ütések és vágások. Mind a négy áldozat állkapcsa eltörött. Ez a szakértők szerint azt bizonyítja, mind a négy fiatalon ugyanazt az eljárást hajtotta végre a támadó. A tavat alaposan átfésülték a hatóságok. Ha mindennek nem is, de legalább a holmik egy részének elő kellett volna kerülniük, ha valóban a tóba dobták volna azokat, ám sem a gyilkos fegyverek, sem egyéb holmi nem került elő soha. Ezen érvek Gustafsson tagadása, illetve ügyvédjének, Rita Lepinieminek a bizonyítékai meggyőzték a bíróságot. Az ügyvéd azt is kritizálta, hogy az állítólagos, meg nem nevezett táborozó hölgy miért hallgatott 44 évig Finnország egyik leghírhettebb ügyével kapcsolatban arról, hogy látta a két fiút veszekedni. Gustafsson ekkor is csak azt ismételte, amit 1960-ban a támadások után. Semmire sem emlékszik, csak arra, hogy egy fekete ruhás férfi volt az elkövető. A bíróság úgy határozott, nincs elegendő bizonyíték Gustafsson ellen, hiszen túl sok időt telt el ahhoz, hogy pontos képet kapjanak a valós eseményekről. A nyugdíjas férfit 2005-ben egy éve letartóztatása után felmentették, és 44 ezer eurós kártérítést ítéltek meg neki azért, ahogyan a média és a rendőrség bánt vele. Az ügy még mindig rendkívül zavaros. Ha nem bánjátok, tegyük kicsit még zavarosabbá. Bár valóban a bodomtavi gyilkosságok Finnország leghírhettebb felderítetlen bűnügye, több olyan bűncselekmény történt az 50-es évektől kezdődően, melyeket szintén nem sikerült felderíteni. Egyes teóriák szerint ezek a bűnügyek szorosan összefonódnak a bodomtónál történtekkel. Hatalmas nyír és fenyőerdők, kristálytiszta vizek, üdülőházak, végtelen nyári esték, kempingező fiatalok és családok. Ez Finnország, és ezen kempinghelyeken csodások a nappalok, az esték, elbűvölő élményeket adhat a nyugalomra vágyóknak a lágyan fodrozódó tó és a néma őket körülvevő erdőség. Lehetséges, hogy ezen területeken egykoron egy sorozatgyilkos garázdálkodott, akit sosem sikerült elkapni. Hans Asman esetében említettem, miszerint a német férfi gyanúba került egy Kiliki Szári nevű lány meggyilkolásával kapcsolatban. A gyilkosság 1953-ban történt. Lássuk, miféle felderítetlen bűnesetek követték Szári halálát. 1955. decemberében a Finn Kemiárvi városában egy táncklubból hazafelé tartó diáklányt a háza előtt ismeretlen tettes többször megszúrta a nyakán és az arcán. A lány meghalt, az egyetlen nyom az volt, miszerint a lányt többen látták táncolni aznap este egy férfival, ám hogy ezzel a férfival is távozott te, azt a tanuk már nem tudták megmondani. 1959-ben a 21 éves Éjne, nőszönen és barátnője, a 23 éves Rita Pakanen egy júliusi napon egy többnapos kerékpár túrára indultak. A lányok a Héna veszi, Tuliláti kempingben verték fel a sátrukat. Amikor a családjuknak ígért időpontban nem értek haza, a hatóságok a családtagok riasztására a lányok keresésére indultak. A lányok sátrát üresen találták meg az erdőben, majd nem sokkal ezután előkerült a két lány holteste is. Rítát egy tompatárgyal, valószínűleg egy kővel agyonverték, énet pedig leszúrták. Ismeretlen gyilkosuk levetkőztette őket, ám nemi erőszakot nem követette el rajtuk. Ez esetben 1959. novemberében letartóztattak egy Runál Holmström nevű tolvajt, akit megvádoltak a két lány meggyilkolásával, ám Holmström 18 hónappal az őrizetbe vétele után felakasztotta magát, és egy cettit hagyott hátra, melyen ez állt. Ártatlan vagyok. Tény, hogy Holmström jobbkezes volt, míg a két lány testét megvizsgálva egyértelműen kiderült, gyilkosuk balkezes volt. Ezután történt 1960. júniusában a Bodom-Tavi Bodomtavi hármas gyilkosság. A gyilkos itt is követés kést használt. Szárít kővel, a diáklányt késsel, Rítát és Énet kővel, illetve késsel ölték meg. Nem különös egybeesés ez? Bár a távolságok lehet nagynak tűnnek, Iszajoki, ahol Szárit megölték, 166 mérföldre található a Bodom tótól, Kemi Járvi 926 kilométerre van a tótól, a Hénaveszi kemping pedig 325 kilométerre a Bodomi kempingtől, de mi van, ha egy utazó gyilkossal van dolgunk? Ott van például a Long Islandi sorozatgyilkos máig megoldatlan esete, aki jelenlegi tudomásaink szerint igen nagy területeket jár be. A rejtélyes, megoldatlan finn gyilkosságok ezzel még nem értek véget. Sokak szerint, ha az előzőekben bemutatott esetek nem is, de egy 1984-es kettős gyilkosságot ugyanaz a személy követhette el, aki a bodomtónál gyilkolt. 1984-ben, 24 évvel a bodomi gyilkosságok után a Stegehuis házaspár Marinus és Jani egy sátorozós kirándulásra érkeztek a svéd Hufalec nemzeti parkba, az Apojauretó kempingéhez. A házaspárt alvás közben szabályosan kivégezték. Testükön legalább 20 szúrásnyom volt megtalálható, a gyilkos egy éles kést használt a házaspár kivégzéséhez. Nem tudván, hogy a házaspár mit vitt magával a túrára és mit nem, lehetetlen volt megállapítani, elloptak-e valamit a sátrukból. Az egészen bizonyos volt, hogy a kamerájuk eltűnt, ez később Stockholmban került elő, ám a rendőrség nem tudta megmagyarázni, hogyan kerülhetett a tárgyavárosba. A kettős gyilkossággal Sture Bergvál állítólagos svéd sorozatgyilkost gyanúsították, aki saját bevallása szerint 30 embert ölt meg, azonban 2013-ban az összes vele kapcsolatos gyilkossági ügyben felmentették, és később a férfi is azt állította, figyelemre vágyott, valójában nem gyilkolt meg senkit. Egyesek szerint az Apojaure, illetve a Bodomtavi gyilkosságokat ugyanaz a személy követte el. Sőt, más teóriák arra igyekeznek rámutatni, hogy az 1953-tól kezdődő gyilkosságok a bodomtavi gyilkosságokkal bezáróan egy titokzatos, finn sorozatgyilkos művei, legfőképpen a kés és a kő használat miatt, melyek ezen bűncselekmények során a gyilkos fegyverek voltak. Vajon lehetséges volna ez? Ha nem sorozatgyilkos, akkor ki volt az elkövetője a bodomtavi mészárlásnak? Egy elmebeteg, éppen a rakó gyilkos? Esetleg egy, a fiatalokat figyelő tettes, aki előre megfontoltan követte el tettét. Vagy egy részeg vita, és a nyomok egy úgymond belső emberhez, Gustafssonhoz vezetnek. Ami biztos, hogy három ártatlan tinédzsernek a lehető legértelmetlenebbül és a legborzalmasabb módon kellett meghalnia. Valószínűleg azt sem tudták, mi történik körülöttük, és honnan érkeznek a végzetes ütések és szúrások. De ki és miért vágta el a tartóköteleket, és miért művelte ezt a szörnyűséget? Penti Szóininen bevallotta a gyilkosságokat. A férfi több rablótámadást is elkövetett élete során, a fiataloknak pedig hiányoztak a pénztárcáik és egyéb értékeik. Valószínűtlen, hogy ezek mind a folyóba lettek bedobva, a gyilkos valószínűleg magával vitte őket. Ez talán Szóinenre tereli a gyanút, azonban ha a férfi ezzel akart volna magának hírnevet szerezni, valomása után nem sokkal miért akasztotta fel magát a börtönben, illetve miért rejtette volna el Gustafsson cipőjét, miért nem hagyta a gyilkosság helyszínén, és és vitte magával? Ha magával vitte, egyáltalán mi szükség volt erre? Lehetséges, hogy egy 15 éves fiú rablógyilkosságot elkövetve ki tud végezni két vele egykorú lányt és egy tőle idősebb fiút a másikat fél holtra verni ilyen könnyedén. Ráadásul Szóini Nent a későbbiekben piti lopások miatt ítélték el. Vajon képes lett volna ilyen fiatalon, ilyen súlyos bűncselekményt elkövetni úgy, hogy a vallomásáig senki sem gyanakodott rá? Gilström a kioszkember, aki gyűlölte a sivajgó fiatalokat. Lehetséges, hogy a férfi egy mámoros hajnalon részegen a badontó partján sétált, majd miután észrevette a sátrat, emlékezetébe tolultak a számára zavaró fiatalok. Elképzelhető, hogy a két fiú motorkerékpárjának hangjai zavarta korábban, ezért tühében elvágta a köteleket, ahogy azt korábban tette más kempingezőkkel, és elkövette szörnyű tettét. Ne felejtjük, ő is bevallotta a gyilkosságokat, de lehet hinni egy gyerekgyűlölő, részeges alaknak, aki a jelek szerint mentális zavarokkal is küszködött. Mint említettem, Aztmán hasonlít legjobban a fantomképre, és a férfit más egyéb gyilkosságokban is gyanúsították. Az egyik Szári Kilikki ügye. A tuliláti kempingben meggyilkolt két lány esetében is felmerült a neve. Felesége elmondása szerint Aszmán a nyarait Hénavezben hey töltötte, a tuliláti kempingtől nem messze lévő kioszban pedig a kettős gyilkosságok napján két német férfi egy kemping térképet vásárolt. Ezt a két férfit sosem azonosították. Említettem, hogy a vizsgálatok szerint a lányokat nem egy jobb, hanem egy balkezes férfi ölte meg. Érdekességképpen jegyezném meg, hogy asmán balkezes volt. Vajon már egy őrült sorozatgyilkos volt, aki bizonyos időközönként gyilkosságokkal csillapította vérszomját? De vajon ennyi gyanús körülmény után, hogy, hogy, nem tartóztatták le soha? Talán a kgb és múltjára való tekintettel sikerült elkerülnie a hatóságok komolyabb vegzálását? Vajon ki lehetett az a rejtélyes személy a tinédzserek temetésén, akit véletlenül rögzített egy ismeretlen fényképész? lenne, aki elment a temetésre, hogy élvezkedjen, miközben a gyászoló rokonságot figyeli. Ez egyáltalán nem áll távol bizonyos típusú sorozatgyilkosoktól. Az is érdekes, hogy az első vizsgálatok szerint a három halálos áldozat vérében nem találtak alkoholt, egyedül Gustafsonéban, holott ő azt mondta, Boysmannal együtt iszogattak. Lehetséges, hogy itt állapotában elborult az agya, és megtörtént a tragédia. De akkor hová tűnt a számos eltűnt holmi, illetve Boysmann kése? Az a kés volt egyáltalán a gyilkos fegyver. A helyszínelésről szóló fejezetben említettem egy párnahúzatot, melyet összetekerve találtak a sátor mellett. A hatóságok ezen a húzaton vér és ondónyomokat is rögzítettek. Ezen húzat létezése igen kellemetlenül érintette a rendőrséget, és nem tudták hová tenni a jelenlétét. A fiatalokhoz tartozott, esetleg más, korábbi táborozók hagyhatták ott. A húzaton lévő vér, illetve sperma gazdáját sosem sikerült azonosítani. Vajon Björklundot, Gustafsson barátnőjét miért mészárolta le sokkal brutálisabban a rejtélyes gyilkos, mint a többieket? Ha egy külsős gyilkos volt, Gustafssonnak hogyan sikerült túlélnie a brutális támadást? Ha a lányokon nem követtek el nemi erőszakot, vajon mi lehetett a motiváció? A gyilkos a fiatalok értékeire pályázhatott. Erre utalhat, hogy a hol még sosem kerültek elő. Ki lehetett az a szőkehajú fiatalember, akit többen is láttak június 5-ének reggelén a Bodom tónál? Ki lehetett vajon az a rejtélyes szakállas kerékpáros férfi, és miért nem jelentkezett soha tanuként az évek során, ha nem volt köze a bűncselekményhez? Ki lehetett az a két rejtélyes hajnali órákban horgászó fiú, akikről egy másik kempingező csoport beszámolt? A bodontavi gyilkosságokat napjainkban is átjárja egy hátporzongató köd, és ez a köd nem akaródzik eloszlani. Számos elmélet, melyek külön-külön taglalva abszolút megállják a helyüket. De mi lehet a teljes igazság? A válaszokat sajnos valószínűleg, pláne ennyi idő távlatából, másos sem tudjuk meg. A hírhet esemény több produkciót is megikletett. A híres Children of Bodon nevű metálzenekar nevét egy az egyben ezen esemény inspirálta, az alapító tagok a finnországi eszpóból származtak, nem messze onnan, ahol a mészállás történt. 2014-ben egy magyar film látott napvilágot Bodom címmel, 2016-ban pedig a finnek is előálltak az 1960-as eseményeket feldolgozó filmjükkel, ezen alkotás is a Bodom címet kapta. Azt hiszem, ezen szörnyű esemény mindenképpen emlékezteti a finhatóságokat arra, mit ne tegyen a rendőrség egy gyilkossági nyomozás során. Talán, ha nem vétik sorra a hibákat, lehet, hogy a bodomtavi gyilkosságok és talán a többi felderítetlen haláleset is megoldott lenne. Ehelyett a vaskos aktán még mindig egyetlen, baljóslatú szó szerepel. Megoldatlan. Nektek mi a véleményetek a bodomtavi gyilkosságokról, illetve a videóban elhangzottakról? Egy tébolyút személy követte el hirtelen felindulásból a gyilkosságokat? Esetleg már jó ideje figyelhette a fiatalokat, mielőtt lecsapott? Egy Finnországban ólálkodó, máig felderítetlen sorozatgyilkos volt a tettes? Esetleg a nyomok Gustafsson felé vezetnek? Kíváncsi -a várom a véleményeteket, elméleteiteket komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a GV Cooper History csatornámra is, illetve kövesd be a GV Cooper Facebook oldalt. Illetve ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat nézheted meg. Köszönöm minden csatornatagnak a támogatást! A következő epizód a jövő héten érkezik, melynek témája rémisztő városi legendák. Szép napot, sziasztok!